folytassuk a Laplace transformált meghatározását ezen függvények esetében. Ugye itt most már trigonometrikus függvényekről fogunk beszélni, színusz 3x-ből, koszinusz 2x-et. Ezek itt megtalálhatók, ugye A, az A paraméterre, itt az első esetben. Ugye a színusznál az A-nak az értéke az 3, tehát akkor ide beértesítve, ez itt 3 per B négyzet plusz 3 négyzet, 9 lesz. Akkor mínusz van, hát ugye azt tudjuk, hogy simán csak ki kell vonni a koszinusz 2x-nek a Laplace transformátját, tehát ugye itt a 2x-ünk van, tehát a paraméter az 2, alapján az P per B négyzet plusz A négyzet, tehát az A az 2, akkor ez lesz a Laplace transformátja. Következő feladatnál a trigonometrikus függvények ugye meg vannak szorozva I-addal. Ugye itt látjuk ezt a összefüggést, tehát ugye itt egy eltolása van a P-nek, ugye az A-val eltoljuk. No, akkor ezek alapján nézzük az első I-ad 2x-szer színusz x-nek mi lesz a Laplace transformátja. A színusz x még nem szerepel a táblán, ugye a színusz x-nek a Laplace transformátja, de ebben az esetben egyszer x-ünk van, tehát az A az 1, azaz ez azt jelenti, hogy ennek a Laplace transformátja az 1 per P négyzet plusz 1 a négyzeten. És akkor ugye I-ad 2x-szel meg van szorozva, itt van, 2-vel. Tehát akkor ez egy eltolás, a P helyett P minusz 2-t kell írnunk, tehát az első tagnak a Laplace transformátja 1 per, és a P helyére P minusz 2-t beírom, P minusz 2 a négyzetben plusz 1 lesz az első kifejezésnek a Laplace transformátja. Nézzük a másikat, plusz 2-szer, ugye, az plusz jel. Na, marad, 2 szám is kiemelhető, és itt van L minusz x-szer koszinusz 3x-nek. A koszinusz 3x nincs a táblán, tehát akkor megnézzük annak is, hogy mi lesz a Laplace transformátja, csak simán a koszinusz 3x-nek, ugye itt ebben az esetben az A az 3, jó, tehát akkor ennek ugye B per B négyzet plusz 3 a négyzet, azaz 9 lesz, és itt ugye I ad mínusz x-szel van ez megszorozva, tehát az A az egyenlő mínusz 1-jel, A egyenlő mínusz 1, ki kell vonni, tehát akkor itt a P helyére P plusz 1-eket kell meg mindenhol. Tehát akkor P plusz 1 per P plusz 1 a négyzeten plusz 9. És ez lesz ennek a feladatnak a Laplace transformátja. Nézzük a következőt, x-szer színusz 3x ma, tehát a színusz 3, színusz függvényünk van x-szel megszorozva, vagy ha x-szel szorozunk, ugye akkor a Laplace transformátnak deriváltját kell venni. A színusz 3x-nek a Laplace transformátja az szerepel itt az táblán, tehát már is írhatjuk, hogy ez nem lesz más, mint mínusz, ugye színusz 3x, azaz a 3 P négyzet plusz 9 P szerinti deriváltjának a mínusz egyszerese. Jó, tehát hogy könnyebb legyen deriválni, ezt persze úgy írjuk, hogy 3-szor P négyzet plusz 9 a mínusz első. Persze lehetne a hányados függvény deriválási szabály alapján is fölírni, de szerintem ezt egyszerű, hogyha most ezt így írjuk fel. Azaz akkor itt van mínusz előjel, 3-szor, hogy ennek szorozva mínusz 1-jel a kitevő, P négyzet plusz 9 csökken, akkor a mínusz másodika, és a belső függvénynek a deriváltja az 2P. Na nézzük. Természetesen megvan a Laplace transformát, de célszerű egyszerűbb szebb alakra hozni ezt a kifejezést. Először is mínusszal mínusz miatt plusz lesz, és akkor ugye van 6 p-nk, és ugye ez elosztva, ez a p négyzet plusz 9 a négyzeten. Tehát ez itt 6 p per p négyzet plusz 9 a négyzeten. Jó, tehát itt ha x-szel szorzok, akkor itt a nevezőben egy másodfokú kifejezésnek a négyzetét fogom látni. Hát erre majd később is elég sokszor hivatkozunk. Hogyha ilyet látunk, akkor valószínűleg x-szel van megszorozva valamilyen függvény, és annak a Laplace transformátja van. Jó, nézzük a következőt, koszinusz 2x van most x-szel megszorozva.
Cosinus 2x-nek igen, annak is megvan a Laplace transformátja a táblán, tehát akkor ez a p per, ugye p négyzet plusz 4-nek a p szerinti deriváltjának a mínusz egyszerese lesz, és itt ténylegesen a hányados függvény deriválási szabály alapján járunk el, tehát ez mínusz, tehát számlálónak a deriváltja egyszer, nevező, mínusz számláló, szorozva a nevező deriváltja az 2p, és akkor van a nevezőnek a négyzete. Azaz, ez egyenlő lesz, ugye itt van mínusz p négyzet meg 4, mínusz 2p négyzet per p négyzet plusz 4 a négyzete. Akkor ez itt mínusz 4-ből p négyzettel, p négyzet plusz 4 a négyzete. És akkor mínusz a vélet, és ha beviszem, akkor ugye p négyzet mínusz 4 per p négyzet plusz 4 a négyzeten kapom meg. Hát egyszerűbb alapra hoztuk, és igazából, hogyha csak a végeredményt nézem, ezt nem is lenne nagyon nehéz megtanulni. Hogy hát ugye plusz helyett ide mínuszt írok föl, és akkor ezt nem is lenne nagyon nehéz memorizálni, hogy így fogom meg, így kaphatom meg a Laplace transformátját ennek. Jó, nézzük az utolsó feladatunkat. Ez már x-szer, e a mínusz 2x-szer is meg van szorozva a 3x, és az a cselebben, hogy igazából ezt megoldhatom, vagy úgy célszerű megoldani, hogy az x-szer színusz 3x-nek, x-szer színusz 3x-nek Laplace transformátnak veszem az eltoltját. Jó? Hát persze haladhatnánk így ebben a sorrendben, hogy a színusz 3x, akkor utána annak veszem a, hogy a színusz 3x megvan, ennek veszem az eltoltját, és utána deriválok. Nem annyira bonyolult, de sokkal egyszerűbb, hogyha ebben a sorrendben haladok. Na most az x színusz 3x-nek ugye megvan, az itt van, ugye, a Laplace transformátja, és itt az a egyenlő mínusz 2, azaz ennek a kifejezésnek kell ugye az eltoltját venni, tehát p helyére p mínusz a-ból az jön, hogy p plusz 2-t írni, tehát ez itt 6-szor p plusz 2 per p plusz 2 a négyzeten plusz 9 a négyzeten lesz.